Az EP81B25 VET típus jelzésű Electrolux akkumulátoros porszívó egy olyan készülék, mely porszívózásra és felmosásra is alkalmas. A készülék egy ciklonrendszerű műanyag tartályba gyűjti a felporszívózott szennyeződést. Magának a tartálynak az ürítése rendkívül egyszerű. Egy mozdulattal lepattintjuk a műanyag tartályrészt, a kis akasztószerű fülecskét meghúzva kivesszük a szűrőt a tartályból, ugye ebbe gyűjti össze a port a szennyeződést, ezt akár kiöntjük, utána még ki is tudjuk öblíteni, ha szeretnénk. A készülék vezérlése ugye hüvelykújjal egyszerűen történik, van egy főkapcsoló, ugye van egy töltöttségjelző, és fokozatosan tudjuk minimumról közepes állásra, vagy pedig turbófokozatra, és aztán egy automata fokozatra változtatni a szívóerőt. Az automata fokozatnak az a lényege, hogy a készülék attól függően, hogy milyen felületet porszívózunk, szőnyeg, parketta, kemény padló, automatikusan hozzáigazítja a megfelelő szívási teljesítményt, tehát felismeri a porszívózott felületet. Teleszkóposan állítható fémcsővel van a készülék ellátva, tehát kényelmesen a testmagasságunkhoz be tudjuk állítani a cső hosszát. Tartozékaként egy turbószívó feljár, ez gyakorlatilag egy forgókefével van felszerelve, ugye a szívó hatásra ő rá fog segíteni, tehát úgymond besöpri a szennyeződést. Ha föltekeredne hajszál, szőrszál ugye erre a kefére, akkor működés közben, amikor a porszívó be van kapcsolva, lábunkkal erre a gombra rálépünk, és gyakorlatilag egy kést enged a forgókefére, az pedig levágja, fölaprítja a feltekert hajszálat, szőrszálat, és be is szippantja azt. A készülék akkumulátora az levehető, ezáltal ha idővel ne adj Isten tönkre megy, akkor nagyon egyszerűen tudjuk cserélni azt. 25,2 voltos lítium-ionos akkumulátorral van szerelve a készülék, itt nagyjából egy minimum fokozat használata mellett 35 perc a működési idő, és 2,5 óra a nulláról való teljes feltöltési idő. Maga a töltő az egyben a tároló egység is, amikor erre visszahelyezzük a porszívót, akkor automatikusan bekapcsol majd a töltés. A porszívónál különböző kiegészítő fejek vannak, ugye van egy részszívó fej, amit szintén rá tudunk pattintani akár magára a porszívóra közvetlenül, illetve ugyanúgy felpattintható rá ez a gömbcsuklós fej is, amit ugye tudunk állítani tetszés szerint, tehát hogyha egy magasabb polcot szeretnénk leporszívózni vele, akkor is ugye egy ilyen 90 fokba elhajlított szívó fejjel ezt könnyen meg tudjuk tenni. Ugyanezek a kiegészítők magára a cső végére is ráhelyezhető, ebben az esetben ugye a normál padló szívó fejet, ha levesszük, ugyanaz a cső kialakítás, tehát ugyanúgy felpattintható rá. A készülék rendelkezik még egy felmosó fejjel is. Ez gyakorlatban úgy néz ki, hogy mellékelik a porszívóhoz ezt a kis víztartályt, amit ugye fel tudunk helyezni magára a készülékre. Ugye ebbe, ha vizet töltünk, gomb benyomásával kispricceli a vizet, és a felmosó fej ráhelyezésével, ez egy motoros forgókefés, illetve forgótárcsás szívófej, ezzel ugye fel tudjuk mosni a padlónkat. Még 2 darab tartalék ilyen szivacsos fejet is mellékel a gyártó, tehát amíg az egyiket mondjuk, adj Isten, kimossuk, addig ugyanúgy tudjuk a másikat majd használni. Electrolux akkumulátoros porszívó, felmosó fejjel, 25,2 voltos akkumulátorral, 2,5 óra töltési idővel és 35 perces működési idővel.